Gyanús vagy nekem? Kezdek félni? Ja, nem vagy mind a videóban. Ebben a helyzetben akkor most nekem kell nyalni. Refplay.hu per hát. Ugyan. Sziasztok, Sarkiron vagyok, és itt a Refplay csatorna. Most a Kamu barátnő második része jön, az első nagy sikere után. Nagyon sok elismerést kaptam hölgyektől, meg uraktól is, hogy jó lett a videó, de inkább a hölgyek elismerése dominált, miszerint ha más videóssal csinálták volna meg ezt, akkor az szó szerint fikázta volna az illetőt. És hogy én tényleg intelligensen megoldottam, és megcsináltam a videót. Viszont ez itt a második rész. Az elsőnek ugye ez a képe, plusz még a hozzászólások Instagramon vannak, meg Facebookon, ott is normálisan kezeltétek a helyzetet, és értettétek, hogy mit mondtam, és ez jó. Szóval örülök, hogy az én feliratkozóim és nézőim ahhoz a kisebbséghez tartoznak, akiknek van agyuk és megértik, amit mondok, mert ez YouTube-on kisebbségnek számít. Viszont azért csinos fitness hölgytől is kaptam egy olyan üzenetet, hát csak azért mutatom meg, azt írt, hogy először is, azt már az első 5 percben leszűrtem, hogy te egy érző lélekkel megáldott férfi vagy, hajjaj, de ritka zárójel, tehát érzelmi és értelmi intelligenciád is van. Ezt abból szűrtem le, hogy rögtön elnézést kérte a videó létrehozása miatt, amit megjegyezném, nem kellett volna, valószínűleg olyan, és itt részletezi, hogy miből szűrt el a hölgy. Az üzenet többi részét ezt nem mutatom meg, az a hölgyre meg rám tartozik. Viszont, hát, ez most egy kicsit bolondosabb, de mégis komoly videó lesz. És ez most nem a komolyságra fog hajazni, inkább a szórakoztatásra, de tényleg megnéztem, hogy igazi-e, vagy nem. Vajon igazi volt a hölgy, vagy nem. Na nézzük! Na, hölgyek, urak, tudom, hogy sötét van, de most forgatom a Kamu barátnő 2 videót. Ez egy ilyen extra kiadás. És igen, mobilról rögzítem, mert rejtett kamerás felvétel lesz. Aztán kiderül, hogy a csaj, aki azt mondta, hogy egy poénból mondta, hogy egy öreg bácsi, az most öreg bácsi, palankabátba, vagy egy csaj. Ja, aztán az íne csajhoz majd következik ezután. Vagy nem tudom, mikor forgatom meg. Gyerekek, figyeljetek, ezen agyalok, melyik ez a szám? Valahogy így van, hogy I want to know. Nem tudom a szöveget, és nem jut eszembe. Itt vagyok a sötétbe, és valami pirosat kell keresnem. Pillanat. Nem, itt nincs. Az se az. Megint. Nincs is itt piros kocsi. Nagy piros kocsi. Kettő van. A közelebbi. Ja, a közelebbi. Ja, ja, jó. Gyanús vagy nekem. Kezdek félni. Ja, megborotválkoztam. Megborotválkoztam. Igen? Ja, eltűnt a szemben. De, hol a mutogatocska? Semmi? Jaj. Pedig már reménykedtem. Igen. Olyan vagy, mint a videóban. Igen? Tényleg? Nem megyünk arra? Nem. Itt állunk az emberek előtt. Amúgy szép, Roland vagyok. Mondom, szia, Roland vagyok. Oké, ugye nem is messz hallasz, de téged nem láttalak, még nem hallottalak. Csak hogy lássák, hogy tényleg igazi nő vagy. Na. Úgy se látszolsz, de most tényleg nem látszolsz. De jó, most nézd ide. Ennyit vesz fel. Tök jó, mi? Szóval, itt vagyunk. És autóban megakarnak elkolni, segítség! Na. Amúgy nem látszolsz tényleg. De nem látszódik. Nem látszódik az arcod.
itt látszódok? Nem. Miért nem látszódok? És most én látszódok? Nem. Semmi. Semmi? Így se? Nem. A fenébe is. Oly de kár. Nem látsz! Léci! Szóval egy idős bácsi helyett, itt vagyok, igen, kaptam egy, hogy is mondjátok ti? Bombahölgyet? Nyugi, nem látszott. Aki beültetett a kocsijába, és most félek, mert anyós ülésen vagyok. És pont nem látszódom. Segítség! Segítség! Mondd ki háromszor hangosan, refplay, 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 és megjelenik a tükörölt hajnalban. A videós, még nem próbáltam ilyet amúgy első, Tomi. Csak mondom, te vagy az első. Veled vesztem el a videószüzességem így először. A rejtett kamerás videószüzességem kivilágítva. Igen. Remélem akar megerőszakolni a néni. De amúgy bejelentem, nem kamu. Igazi. Igazi. És jól is néz ki. Jó. Semmi. Ja, tényleg egy gyors vélemény. Így még nem voltam, hogy anyós ülésen első találkozón. Szóval ilyenkor fordított helyzetben általában mi szokott lenni? Mert ebben a helyzetben akkor most nekem kell nyalni. Semmi. Befejeztem. Itt van, nem látszódik. Csak így. Szóval Minecraft-oztál. Azt mondtam, hogy titokban egy Minecraft szervert. Társtulaja vagyok. Fasz a csajozódó ma. Úgy. Ja. Na, hogy be tudjam fejezni a tegnapi videót, ami full sötétbe volt. Igen, kitakarom az ujjamat, de. Nem troll a hölgy. Szóval ez a videó bukta. Igen. Túl jól néz ki egy fék profilhoz képest. Hogy kedves is legyek, mert ez egy kicsit félreérthető volt az a kettő. Szóval ja. Csak a kedvetekért a Kamu barátnő második részében kettő nő lesz. Igen, most készülök, elvileg már itt van a közelben, mindjárt meg is nézzük, hogy igazi vagy nem. Mármint úgy értem, hogy a saját profilja általi képek őt takarják-e, vagy nem. Na ezt nyegben nyölösen kinyögtem, de értitek mi a lényeg, ugye? És csak is a videó és a ti kedvetekért találkozok még egy hölgyel. Igen. A Kamu barátnő első része után szinte jelentkeznek. És eddig, hát eddig mindegyik igaza volt. Még aki Kamu volt, nem az, nem a saját képét használta, ő is még nő volt, szóval végül is eddig nem volt kamu csaj, mármint troll kamu csaj. Azért jó dolog, ugye? Amúgy a felvétel azért van így, mert éppen sietek, jó? Nincs a világítás, semmi. Futok! Na! Gyorsan felveszem. Szóval egy pillanatot kérek. Elfordulnál így erre? Nem menj messze. Csak így erre elfordulnál. Köszönöm szépen. Szóval jelentem, igazi a hölgy. És igen, megnézzük tapintásilag is. És csak a videó érdekében, hogy tényleg csak miattatok, most megnézzük, hogy valódi-e. Igen, valódi. És ez egy jó kifogás volt, hogy megfogjam a fenekét. Még mindig megy. Leszögezném, az fontos. Ti ne találkozzatok ismeretlenekkel, nevesétek magatokat ilyenekbe. Én megtettem, és ne kopizzatok. És ez most lehet fura lesz, de előre remélem, hogy a jövendőbelim, akiről még nem tudom ki lesz majd a jövőben, nem fog haragudni rám, szóval a jövőbe üzenném utólag is, hogy elnézést, és ne haragudj. Nem tudom még ki vagy, de ne haragudj ezekért a videókért. Ez olyan visszajövőbe feeling.
Na de, köszönöm, hogy megnéztétek a második részt. Ha komolyabb videóra vagytok kíváncsiak, akkor nézzétek meg az első részt, aztán lehet még lesz Kamu barátnő 3 is. Ki tudja. Amit ha felraktam az első részt, szinte jelentkeznek a hölgyek, hogy megnézem, hogy igaziak-e. Csak egy probléma van. 99% igazi. Szóval akkor miért is jelentkeznek, hogy nézzem meg őket, hogy igaziak-e? Vajon miért? A zene, amit hallottatok Instagramon, megtaláljátok Facebook oldalamon hosszabb verzióban is, ahol éneklek is, nem csak gitározok, meg még van ott egy csomó minden, Pantera zenétől kezdve mindenféle. Sziasztok, Sarki Roland voltam, alias RefPlay, mármint ez a RefPlay csatorna, köszönöm, hogy megnéztétek, nézzétek meg az Így ne csajozz videómat, meg a többi cuccot, ja, az jó lesz. Legyetek jók, szobatiszták kezeket a paplan fölé, éljen hofi, meg minden egyéb. Igen, és nem haragszok, hogyha lájkolod, meg megosztod. Ennyi, sziasztok.